Migránsválság. A tegnapi EU csúcsra csupán 9 ország ment el, ami egyértelműen bizonyítja, hogy a többi 19 nem akar több migránst befogadni, nyilatkozta televíziónknak Nógrádi György. Felszámolt hulladéklerakók. Összesen 11 településen végezte el a talaj tehermentesítését az Észak-Kelet-Magyarországi Hulladékrekultivációs Önkormányzati Társulás. Gyakorlatorientált képzések. 3 új duális képzési szak indul jövő szeptembertől a Nyíregyházi Főiskolán. Megnyugtató lehet Magyarország számára, hogy nem lesz kötelező kvótarendszer, ám az, hogy a tegnapi EU csúcsra csupán 9 ország ment el, egyértelműen bizonyítja azt, hogy a többi 19 nem akar több migránst befogadni, mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő egy kerekasztal beszélgetésen Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A biztonságpolitikai szakértő szerint nem volt közös európai fellépés a migránsválság kezelésében. A tagállamok sok időt vesztettek, így most inkább Törökország diktálja a feltételeket. Nem volt egységes európai álláspont a migránsválság kezelésében, az elveszített időt nem lehet behozni. Minden állam a saját érdekeit, biztonságát helyezte előtérbe, ami érthető, mondta Nógrádi György, és hozzátette, így is jelentős gazdasági terhet rótt az államokra a bevándorlás. A vasárnapi EU csúcsot pedig Európára nézve félsikernek nevezte. A kompromisszum lényeg, hogy a törökök elérték céljukat, kapnak 3 milliárd eurót, emellett jövő októbertől, ha minden jól alakul, akkor eltöröljük a vízumot Törökországgal szembe, ebből rengeteg probléma lesz, és felgyorsítjuk Törökország lehetséges Európai Uniós csatlakozását. Cserébe a törökök megígérték, hogy a külső határokat védik, Európából a rajtuk keresztül beérkezett gazdasági migránsokat visszafogadják, de néhány alapvető kérdésben, mint hogy hány embert veszünk át török menekültáborokból, és mi történik Szíriában, hol vannak a közös pontok, nem született megállapodás. A párizsi terrorcselekmények óta a biztonság lett a legfontosabb, felülírják akár az emberi jogokat is. Az európai állampolgárok akár az USA-ban 9-11 után saját maguk védelméről is gondoskodni fognak, mondta el újságírói kérdésre a biztonságpolitikai szakértő. Országonként teljesen más a helyzet. Az alapvető dilemma az, hogy eddig Nyugat-Európán belül az integráció sajnos sehol nem volt sikeres. Körülbelül 7 évvel ezelőtt Cameron, Merkel és Sarkozy egy hónapon belül bejelentették, hogy a multikulturális társadalom megbukott. Nem integráció történik, hanem egymástól eltávolodás. Hazánk miután megépült a szerb és horvát határon a kerítés, kívülről figyeli a migrációs eseményeket, mondta Angyal Ágnes, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója. Hozzátette, jelentős gazdasági teherrel jár a bevándorlás kezelése Európában. Akik beléptető országok, illetve azok az országok, amelyek tranzitországok áthaladnak, a menekültek, bevándorlók, ott nap mint nap, főleg a tél közelettével, illetve mert itt is van a tél, ezeknek az embereknek az ellátása, a továbbutazások biztosítása, a regisztráció, tehát hihetetlen adminisztrációs terhek vannak. Ez mind-mind nagyon sok pénzbe, emberi erőforrásba és persze időbe kerül. A migráció megállításában Törökországon kívül Görögországnak is kulcs szerepe lesz, mondta el Nógrádi. Közel 1 milliárd forint Európai Uniós támogatásból szüntették meg 11 település régi hulladék lerakóját. A felszámolást Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, Kisvarsányban és Máriapócson, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 9 településen végezte el az Észak-Kelet-Magyarországi Hulladék Rekultivációs Önkormányzati Társulás. A közel 4 éves projekt a napokban zárult. Az Észak-Kelet-Magyarországi Hulladék Rekultivációs Önkormányzati Társulás még 2012-ben nyerte meg azt a több mint 980 millió forint támogatást, amelynek segítségével sikerült 9 kistérség 11 településén a régi hulladék lerakókat felszámolni, hangzott el a Mária Pócsi projektzáró rendezvényen. A programhoz azok az önkormányzatok csatlakozhattak, ahol eddig még a rekultiváció nem valósult meg. A társulás így végül a megye határon is átnyúlt. Akik csatlakoztak, azok valamilyen oknál fogva, akár elkötelezettség, vagy netalántán egy büntetés elkerülése szándékát, ők úgy gondolták, hogy igenis csatlakoznak, és így létrejött ez a társulás, és hogy miért volt fontos így társulásba, azért, hogy azt a pénzforrást, amely rendelkezésre áll, mivel nagy többségében kis településekről beszélünk, társulás nélkül nem érhettük volna el, tehát nem fértünk volna a pénzforráshoz.
Egy-egy településnek a társulás létrehozása nélkül 50 és 100 millió forintos önerőre lett volna szüksége az egyéni megvalósításhoz. A 11 lerakó összesen több ezer négyzetméternyi területet jelent, a felszámolás két módszerrel történt. Voltak olyan hulladéklerakók, amelyeket elszállítással oldották meg a hulladéknak a megsemmisítését, és voltak, amelyek a helyben rekultiválás, tehát itt az újrahasznosításon volt a lényeg. Ha már voltak olyan humuszos jellegű anyagok, amelyeket újra fel lehetett használni, az helyben hagyták, és így történt meg. Emellett természetesen folyamatosan dolgozott a mérnök műszaki ellenőrcsapat, emellett mi végeztük az elszámolásokat, szükség volt változásbejelentésre, szükség volt támogatási szerződés meghosszabbítására. A társulás jelenlegi elnöke, Papp Bertalan szerint, bár a projekt lezárult, ezentúl is foglalkozni kell a rekultivált területekkel. Olyan területet kaptunk a projekt során, ami egy szép füves tele, mint egy focipálya. Ezt kell az önkormányzatoknak karbantartani, kaszálni füvet, vágnak kinek milyen területe van, több évig, illetve megóvni. Talán a legnehezebb feladat ez lesz, mert sajnos az ilyen projektek után, itt Márepolcson is már tapasztaltam tegnap, hogy keressük a kis kapukat, tehát megnézzük, hogy hova lehet esetleg a rejtett helyre letenni a szemetet. Ezt őriznünk kell, illetve fokozottan figyelnünk azokra az emberekre, akik hajlandók tovább szemetelni. A rekultiváció hozzájárul a települések népesség megtartó képességéhez, valamint közvetett módon fejleszti a helyi gazdaság helyzetét is, tette hozzá Szuhócki Gábor. Három új duális képzési szak indul jövő szeptembertől a Nyíregyházi Főiskolán, így már összesen négy gyakorlatorientált kurzus közül választhatnak a diákok. A meglévő gépészmérnöki mellett ezentúl közlekedésmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari, valamint gazdálkodási és menedzsment duális képzésekre jelentkezhetnek az érdeklődők. Az új szakokat mindössze négy hónap alatt dolgozták ki, összesen mintegy 240 millió forint Európai Uniós támogatásból. A duális képzés lényege, hogy a hallgató annyi időt tölt a vállalatoknál, mint az iskolapadban, mondta a Nyír Duál pályázat záró rendezvényén Szigeti Ferenc projektmenedzser. Ez a fajta képzés a Nyíregyházi Főiskolán eddig csak a gépészmérnöki szakon volt elérhető, ez azonban jövő szeptembertől bővül, és már a közlekedésmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, valamint gazdálkodás és menedzsment képzéseken is választható lesz. A már elérhető gépészmérnök szakon jelenleg 40-en tanulnak, ám közülük kevesen választották a duális képzést. 12 hallgató kapcsolódott be, illetve jelentkezett a duális képzésre. Szeretnénk ezt a létszámot. Azért is csináltunk ilyen nagy volumenű beiskolázási kampányt, szeretnénk legalább megduplázni, vagy meg háromszorozni ezt a létszámot. Erre lehetőséget ad az, hogy a duális vállalati partnerünk száma jelentősen megnőtt. A gépészmérnök szakon eddig 9 partnerünk volt, a többi szakkal együtt most az intézetnél 16, a főiskolán pedig 30 duális vállalati partnerünk van már. A főiskola több módon is támogatja a duális képzésben tanuló hallgatókat, felzárkózást segítő kurzust indítanak fizikából, valamint az angol szaknyelvi tudást is fejlesztik külön óraszámban. Ezentúl úgynevezett mentori segítséget is igénybe vehetnek az itt tanuló diákok, így a főiskola mentor tanárai nem csak a tanulásban, hanem azon túl is segítenek a hallgatóknak. A frissen bekerült hallgatókat tájékoztatják, segítik abban, hogy a felsőoktatási intézmény berkein belül az ügyintézés gördülékenyen haladjon, ha esetleg valamit nem értenek, akkor elmagyarázzák az ő számukra, illetve a harmadik fontos terület a mentoráláson belül az, hogy a vállalatok kapcsolattartóival is kommunikálnak a mi mentoraink, tehát nem csupán egy főiskolán belüli mentorálási tevékenységről van szó, hanem egy komplex tevékenységről, amiben a vállalat és a főiskola megfelelő munkatársa egyaránt aktívan részt vesz. A jelenlegi középiskolásoknak heti kétszer érettségi felkészítő kurzusokat tartanak matematika és fizika tárgyból a főiskolán, valamint közel 7500 diákhoz sikerült eljutni az intézmény által szervezett népszerűsítő programokon. Testvérvárosi megállapodást kötött Vásáros-Namény Beregszászszal és Nagykapossal. A települések már korábban is együttműködtek, főként az oktatás és a sport területén. A testvérvárosi kapcsolat hivatalos rögzítésére azért volt szükség, hogy minél hatékonyabban pályázhassanak közösen Európai Uniós és közvetlen brüsszeli forrásokra.
Advent első vasárnapján a gyertyagyújtást és az ünnepi műsort követően írták alá a három országot érintő testvérvárosi megállapodást. Vásárosnömény és Beregszász, valamint Nagykapos polgármesterei a települések fejlődését és a közös pályázati lehetőségeket várják az együttműködéstől. Hosszú idő telt már el, és a városlakók jelentős része úgy tudta, mint ahogy én is, hogy testvérvárosi kapcsolatban vagyunk. Igen ám, de amikor a dokumentumokat kerestük, most ezt nem találtuk. Épp ezért egy meglévő, illetve két meglévő élő kapcsolatot szeretnénk most papíron is rögzítve olyan formával foglalni, amely a jövőben mindenképpen előremutat, és a három település közös kulturális sport életét, művészeti tevékenységét és minden olyan dolgot közösen megvalósítva előrevisz, ami gyakorlatilag eddig is megvolt, de ezután papíron is meg lesz. Vásárosnömény és Nagykapos a korábbi években főként az oktatás és a sport területén szervezett közös programokat. Évente többször is találkoztak a határ mindkét oldalán. A mai nap ünnepélyi nap számunkra, Nagykaposra számára, ez természetesen Vásárosnömény számára is. A nagykaposi delegáció egy partnervárosi egyeztetést fog aláírni, amely során bízunk benne, hogy az együttműködés, amely több éve már működik a két városok között, sokkal szorosabb lesz, és sokkal több lehetőség is lesz a településeknek. Beregszász polgármestere az ünnepélyes aláírás alkalmával elmondta, 2015-ben is több alkalommal kaptak segítséget az anyaországból. Vásárosnömény kétszer küldött anyagi támogatást, amit az oktatás fejlesztésére tudtak fordítani. A városok között mindig volt valami olyan kapcsolat, ami kisebb vagy nagyobb formájában eredményessé mondható, de ezen szintű együttműködés nem született még. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy önkormányzatok közötti keretszerződés, ami lehetőséget ad arra, hogy az elkövetkezendőkben közös pályázatokon tudjunk részt venni, és ezzel Vásárosnömény infrastruktúráját is és Beregszász infrastruktúráját is tudjuk valamilyen formában korszerűsíteni. A polgármester hozzátette, Vásárosnömény és Beregszász között 2016-ra az elsődleges cél egy olyan program kidolgozása, aminek keretében a magyarországi és az ukrajnai tanulók egymás városába látogathatnak. 12. alkalommal adták át a Ratkó József díjat a megyében. Az elismerésről a folytatásban, előtte nézzük a híradó további témáit. Az Európai Robotika Hét alkalmából mintegy 500 intézmény nyitotta meg kapuit a látogatók előtt Európa szerte. A Nyíregyházi Főiskola robot laborjában összesen 10 általános és középiskolás diák készül a RoboCup Junior 2016-os versenyére. A nyíregyházi Standox csapata nyerte a negyedik alkalommal megrendezett Nyíregyházi Retro Rádió Kupa Öreg Fiúk teremlabdarúgó tornát. A Móra iskola csarnokában két megye 10 településéről érkezett 20 csapat mérte összetudását. Tizenkettedik alkalommal adták át a Ratkó József díjat a megyében. Az idei elismerést posztumusz Antal István rádiós irodalmi szerkesztő, esszéíró, képzőművésznek ítélte oda a Hangsúly Művelődési és Művészeti Alapítvány, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés és a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár. A Ratkó József díj kuratóriumának elnöke Jánosi Zoltán az átadó ünnepségen arról szólt, alapszabályuk szerint olyan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez kötődő kulturális munkával foglalkozó ember, író, művész kaphatja meg a díjat, aki egyetemes magyar nemzeti értéket képvisel. 12. alkalommal kerül sor ennek a díjnak az átadására. Volt néhány év szünet, de azután Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzata örökbe fogadta ezt a díjat, tehát jó néhány éve ismét kiadhatjuk. A 12. alkalommal Antal István rádiószerkesztő fogja megkapni, aki a Besenyei György tanárképző főiskolára járt valamikor, ott szerkesztette a Tanítani című újságot, utána pedig Budapesten a Kossuth Rádiónál dolgozott, a Kortárs folyóiratnál dolgozott, és hogy úgy fogalmazzak, egy olyan kommunikációs szakember volt, aki kulturális mindenes szerepét töltötte be a Kárpát-medencébe. Az elismerést Antal István özvegye Antal Edina vette át a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Nagyon régen voltam itt utoljára, amikor még Hangsúly néven Antal István
Ratkó József, Görömbei András és Nagy András László hangos irodalmi folyóiratot működtetett. Ennek az irodalmi folyóiratnak folytatásának tekintem én a Ratkó díjat, mert a Hangsúly Alapítvány hozta létre ezt a díjat. A férjem Antal István alapította, és azzal, hogy most, amikor ő már nincs köztünk, ez a mai este mégis létrejöhetett, az számomra azért csoda, mert azt jelenti, hogy van, aki tovább vigye azt, amit ők elkezdtek. Az elismerő oklevelen az szerepel többek között a progresszív nemzeti szellem több évtizedes megtartásáért, a Kárpát-medencei magyar kultúra értékeinek kivételes erejű tudósításáért ítélték Antal Istvánnak a Ratkó József díjat. Antal István olyan személyiség volt, akit hát nagyon sokan ismertünk és tiszteltünk, aki nem várta a díjakat, hanem szervezte az irodalmi életet. Fáradhatatlanul, amíg a megyében dolgozott rádiószerkesztőként addig a megyében, aztán az országban is, de a Budapestről is állandóan a félszeme a megyén volt, Nyíregyházán volt, és azt gondolom, hogy rá, mint irodalmi szervezőként, jó értelemben vett közművelődési emberként mindenféleképpen egy nagyon jó döntés volt a kuratóriumtól ez a mai esemény, ez a mai díjátadás. Az átadón felolvasásokkal és énekszóval is emlékeztek a tragikus hirtelenséggel idén elhunyt díjazottra, Antal Istvánra. Az Európai Robotika Hét alkalmából mintegy 500 intézmény nyitotta meg kapuit a látogatók előtt Európa szerte. A Nyíregyházi Főiskola Robot Laborjában összesen 10 általános és középiskolás diák készül a RoboCup Junior 2016-os versenyére. Az indulók 3 különböző számban készítenek versenyző robotokat. A RoboCup Junior versenyszámai között szerepel a Menekítő Robotok Ligája, amiben az induló robotoknak áldozatokat kell kihozniuk a szimulált romok közül. A táncligában zenés produkciót mutatnak be gépi és emberi szereplők közösen. A robot foci versenyszám távlati célja pedig, hogy 2050-re egy robotcsapat megverje az éppen FIFA bajnok csapatot. Az Eurobotika hét az november 23-ától 27-ig tart. Ebben az esemény sorozatban a Európából összesen 500 intézmény vesz részt. Ezek között Magyarországról 3 intézmény jelentkezett. Nyíregyházáról a Nyíregyházi Főiskolának a Robotintelligencia Tehetség Támogató Szakköre, aztán Budapestről a Tudományos Akadémiának a számítóközpontja, és egy hajdúböszörményi középiskola jelentkezett be ebbe az esemény sorozatba. 500 intézmény, mint vesz részt összesen Európából. Magyarországon a robotokkal még foglalkozik több intézmény, de Szabolcs megyében Kisvárda, Nyírbogdány és Nyíregyháza. Ezek a helyek, ahol szintén foglalkoznak ilyen versenyekkel. Matematika, informatika, fizika és angol tudás mellett kreativitásra van szükség a robotok építéséhez. A Nyíregyházi Főiskola robotlaborjában hobbiból dolgozó diákok közül többen a mérnöki pályát választják, sőt, került már ki Harvardi egyetemista is, mondta el a szakkörvezetője. Hozzátette, a főiskola hallgatói is részt vehetnek a felkészülésben, akik mentorként segíthetik a gyerekeket. Én már több mint egy éve foglalkozom robotikával, úgy kezdődött az egész, hogy csak úgy lejöttem, mint fizikus hallgató, szétnézve a robotikásokhoz, hogy mégis mit csinálnak a gyerekek, el se tudtam képzelni eleinte, hogy hogyan készíthetnek a gyerekek robotokat. Na, lejöttem, és betekintést nyertem a labormunkának a folyamatában, megtetszett nekem is, ugyanis fizika kísérleti bemutatókat tartok, és ez nagyon sok eszközt szeretek barkácsolni, és a gyerekek nagyon szeretik ezeket a bemutatókat, és ezekkel az eszközökkel, illetve a tapasztalataimmal nagyszerűen ki tudom egészíteni ezekkel az ismeretekkel, és tudom segíteni a gyerekeknek a munkáját is. A Nyíregyházi Főiskola robotlaborja már 9 alkalommal indult a világversenyen. A csapatok már több első helyezést és külön díjat is hazahoztak az ifjúsági csapatok versenyéről. A Nyíregyházi Standox csapata nyerte a 4. alkalommal megrendezett Nyíregyházi Retro Rádió Kupa öreg fiúk teremlabdarúgó tornát. A Móra iskola csarnokában 2 megye 10 településéről érkezett 20 csapat mérte összetudását.
Az elmúlt években megszokottnál ezúttal korábban, november utolsó hétvégéjén rendezték meg a Nyírerdő Retro Rádió Kupa öregfiúk labdarúgó tornát. A 35 év fölötti játékosokat felvonultató együttesekben jó néhány nagypályán veretes múltat maga mögött tudó futballista lépett pályára. Az új helyszínnek számító Móra iskola csarnokában 20 csapat harcolt a kupáért. Óriási mérkőzések voltak, akár melyik csapat tovább tudott volna jutni egy-egy csoportból, ez főleg a szombat esti délutáni csoportokra vonatkozott, és igazi parketművészek voltak, itt voltak a megye igazi krémjei, akik már letettek elég sokat a magyar labdarúgás asztalára, de itt voltak Hajdú megyéből, és csapatok közöttük két válogatott játékos is szerepelt, hiszen a kocsordi csapatba szerepelt Bodnár László, a balmazújvárosi csapatba pedig Igor Bogdanovics. A 46-szoros válogatott Bodnár László reményei szerint januártól Cipruson játszik majd, addig hasonló tornákon igyekszik karbantartani magát a futballista. Nagyon jó csapatok vannak, öreg fiúban most már úgy néz ki, hogy én is belesek ebbe a korosztályba. Hát eljöttünk egy, nem van mindig egy baráti társaság, akivel össze tudunk járni öreg fiúkra, és eljöttünk erre a tónára, ami még egyszer mondom, nagyon jó, nagyon színvonalas. Hát most úgy néz ki, hogy kikaptunk, hogy lehet ezzel a vereséggel kiestünk. A negyedik Nyírerdő Retro Rádió Kupát a nyíregyházi Standox csapata nyerte a hajdúböszörményi Tungszramese és a nyíregyházi Nyírségkopi előtt. A gólkirályi címet a Nyírségkopis Nagy János szerezte meg, a legjobb kapusnak a Standoxos Szabó Attillát, a legjobb játékosnak pedig Igor Bogdanovicsot választották meg a szakemberek. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Megnyugtató lehet Magyarország számára, hogy nem lesz kötelező kvótarendszer, ám az, hogy a tegnapi EU csúcsra csupán 9 ország ment el, egyértelműen bizonyítja azt, hogy a többi 19 nem akar több migránst befogadni, mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő egy kerekasztal beszélgetésen Nyíregyházán. Közel 1 milliárd forint Európai Uniós támogatásból szüntették meg 11 település régi hulladék lerakóját. A felszámolást Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Kisvarsányban és Máriapócson, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 9 településen végezte el az Észak-Kelet-Magyarországi Hulladékrekultivációs Önkormányzati Társulás. 3 új duális képzési szak indul jövő szeptembertől a Nyíregyházi Főiskolán, így már összesen 4 gyakorlatorientált kurzus közül választhatnak a diákok. A meglévő gépészmérnöki mellett ezentúl közlekedésmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari, valamint gazdálkodás és menedzsment duális képzésekre jelentkezhetnek az érdeklődők. A Kölcsei Televízió híradóját látták hétfőn. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk Önöket. Híreink addig is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, kisebb esővel. Gyorsan követik egymást az északnyugatról érkező időjárási frontok. A téli fél évben ez az időjárási helyzet igen enyhe, szeles idővel jár. Éjjel a délutáni kevésbé felhős időt követően megvastagszik a felhőzet, és sokfelé elered az eső, záporeső. A nyugati szél csak átmenetileg mérséklődik, hajnaltól ismét erősödik, és ezzel együtt a hőmérséklet is emelkedni kezd. Reggelre általában 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben elvékonyodik, átmenetileg fel is szakadozik a felhőzet, és a nap is kisüt. Délelőtt megszűnik a csapadék, majd délután egy-egy zápor fordulhat elő. A nyugati szél sokfelé viharossá fokozódik, a legerősebb széllökések meghaladhatják a 80 km/h. Délutánra 12 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A hét további része a sok éves átlaghoz képest néhány fokkal enyhébb időt ígér, de a hét közepén országszerte mérséklődik a légmozgás, erősödik a köthajlam, emiatt gyengül a nappali felmelegedés. A hétvégén kissé megélénkül a szél, számottevő csapadék nem lesz, legfeljebb kis területen fordul elő jelentéktelen kötszitálás.